Na csácsú, mi csörtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, Keeper jelentkezik, igen, egy Farming Simulator 17 videóval. Hát igen, mondtam, hogy Farming Simulator az nem jó, meg hogy a 15 az mennyire jó, meg minden, de jött egy modifikáció, vagyis egy DLC, amelyik azért nem annyira rossz, meg még ráadásul találtam egy olyan mapot, ami lenyűgöző, gyerekek, szó szerint lenyűgöző, mivel, na, elmondom, pont illeszkedik ahhoz a DLC, ez ami nem olyan rég kijött a játékhoz, ugye ez nem más, mint a Big Boot, vagy Big Bad mod, Big Boot inkább, ugye, modifikációhoz, ami gyakorlatilag ilyen marha nagy amerikai gépeket és kultivátorokat és különböző dolgokat rak a játékba, plusz még itt van ez az American Outbreak talán map, ami baromira jól sikerült. Nem próbáltam még a mapot, viszont néztem róla a screenshotokat is, és tényleg nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon autentikus. Ugye már az nagyon tetszik, hogy nem az a szokásos, mutatom a térképen, látjátok, hogy ilyen sivatagos jellegű a maga az egész térkép, ilyen kis barnás-sárgás, és ilyen is tényleg így van felépülve. És az nagyon durva, gyerekek, hogy ilyen iszonyat brutális nagy földek vannak direkt az ilyen brutális nagy gépeknek. Gyakorlatilag ez a map és a Big Bad mód, vagy Bud mód, az minthogyha így egymásnak így születtek volna, és gondoltam, akkor próbáljuk ki. Csaltam pénzt be, első napon vagyunk úgymond, raktam be pénzt, hogy kipróbáljuk ezeket a DLC-ben szereplő ugye járműveket, és körülnézünk egy gyakorlatilag a mapon is. És ugye, hogyha nagyon írjátok meg, hogy szeretnétek egy sorozatot ezen a mapon, ez tipikus amcsi stílusú mapon, és amcsi gépekkel és nagy dögökkel, vagy nem, a Farming Simulator 15 menne mellette, de mindenképpen ki akarom próbálni őket. Na nézzük meg, hogy milyen járműveknek rohadtul rüellem, hogy nincsenek külön szedve egyébként ebbe a játékba a morok. Úgyhogy végig kell szambázni az összesen. Semmilyen mod nincs benne nekem, úgyhogy egyből látjuk ugye, hogy itt látható, ugye, a zára alatt most már, hogy ott van, hogy ugye, hogy melyik pakba tartozik, látjátok, tudjátok, mindenki látott videót, igen, tudja, ez az a gép. Gyakorlatilag kettő darab traktort kaptunk benne, nem más, ezek a preorderes modok, ez a kettő van benne, és akkor sorba végignézzük, hogy mi kerültek be, itt nincs semmi, pedig azért egy igazi, jó, oké, ezt mondhatjuk, hogy ugye ez a Lizard, ez egy eléggé olyan amerikai stílusú kamion, ez illeszkedne ez a maphoz, meg a játék stílushoz, de azért jó lett volna, még egy kamion beraktak volna. Combine semmi, vágóasztal ebből kifolyólag ugye semmi, lesz itt még valami, gyerekek, igen, egy valami jó pótot is berakhattak volna, valami igazi amcsi stílusút, nem, ez jó, oké, hogy ez a nyerges félpótkocsink, ez teljesen jó, de lehetett volna még egy kicsit ugye megfejelni valami jó kis amcsi festéssel, vagy bármivel. Rakhattak volna még be dolgokat, ugye így nem került be például. Itt van, nagyon érdekes, hogy pont az átrakó kocsikhoz került be egy darab, ugye, egy ilyen nagy átrakó kocsi. Itt igen, ide került az ekékhez, került egy darab ilyen, meg egy darab ilyen cuccos. Aha, ez egy 3 pont felfüggesztés, hogyha nem rendelkezel traktoron ilyennel, akkor ezek szerint azokon a traktorokon nincs 3 pontos. És kell egy ilyen, hogy fel tudjuk rakni bármilyen eszközt rá. Aha, és van itt egy ilyeneke, amelyik 10,5 méter széles. Ki fogjuk próbálni, igen. Gyorsan végigfutok rajta, és ki fogjuk próbálni. Aha, igen, benn van ez a pak is. Igen, itt van egy úristen, gyerekek. Ezek már kultivátorok a javában. Ez hány méteres? 24 méteres, gyerekek. Itt van egy 18 méteres. Eke helyett használható ez a cucc, figyeled? Akkor gyakorlatilag ez olyan, mint a szántanál, ugye? Hogyha például be van kapcsolva, hogy kell kötelező szántás X időnként. Uh-huh. Jó. Vetők. Ó, az már vető, gyerekek, 25,6 méter. És ez micsoda? Vetőgép kapacitást megnövelő tartály. Wow. Az nagyon kell. És ez is hozzá van, ugye? Ez is a vetőgép kapacitás. Na, ezt ki fogjuk próbálni, gyerekek, ki fogjuk próbálni. Itt nincsen. Itt sincs. Oh!
Még hogy nincs, basszus, mi a szar? Trágyaszóró, gyerekek, mekkora trágyaszóró ez? 15 méter, 70 ezer literes trágyaszóró, szelves trágyaszóró, brutál. Nagyon-nagyon komoly. Nagyon komoly. Nincs. Szénaforgatóban nincs. Be nincs. Be sincs. Gyorsan végignézem, hogy van-e még valami. Szerintem itt már nem lesz. Ja, erdészeti eszközökhöz se került semmi. Ja, más úgy látom. Lehetett volna ide még rakni azért jó kis amcsi stílusú dolgokat, de úgy látom, hogy más már. Ja, hát például egy nagy dög trailer szállító valami cucc is jó lett volna, de úgy látom, az sincs. Ja, azt hiszem, hogy ki fogjuk próbálni akkor. Mondjuk először, akkor nekiállunk egy szántásnak, jó? Veszünk egy traktort. Megvesszük a kisebbik és a nagyobbikat is, és hát megmondom őszintén, hogy ezért fogom kipróbálni, nincsen semmilyen opció. Ez 500 lóerő a kisebbi gyerekek, 30 km per órával megy, vásárlás természetesen. És meg is nézzük, hogy mennyire szép a modell, mennyire jól van megcsinálva, és utána akkor vesszük a többi dolgot. És nem tudom, egy tabot azt akartam mondani, az igen. Na. 500 lóerő, gyerekek. Ó, és szépen forgott tovább a ventilátorlapát, nagyon jó volt. Kicsit különben ez túl gicses amerikai stílus nekem, ez a tipikus, nem tudom, ez nagyon gics, ott a turbó feltöltő. Hát gyerekek, igazi Steiger, ugye? Igen, és ez a nincs három pontos, hanem csak a izé van, aha, jó. Értjük. Gyönyörű, egyébként szép. Jó, meg van csinálva a mod. Úristen, mint valami amerikai stílusú. Nem, hogy a hangerő, nem tudom, hogy mennyire hangerő van. Mindjárt megnézzük, gyerekek, de szerintem annyira nincs hangerő. Szép. Szép, le a kalappal, azért ez jó meg van csinálva, de már is. Gyorsul, mint a barom. De már kíváncsi is vagyunk. Kíváncsiak is vagyunk. Ikerkerék, tripla kerék. Ó, az igen. Gyerekek, mindenképpen. 429, 1100 lóerő. Nincs olyan dolog, amit szerintem nem húz el. A vásárlás. Kár, hogy nem lehet őket színezni. Úgy gyerekek, ez nagyon terheli. Vásárlás folyamatban van. Oké. Okay. Hoppa, ránézni nem lehet. Na nézzük. És kimegyünk vele szántani, oké, okay, srácok? Az már nagyon brutális. Ez elfér az utakon, gyerekek? Jézus Máriám. Ó, te Isten, ez nagyobb, mint számítottam rá. Az már a kardán csukló, gyerekek, oda nézzék. Brutális, nagyon brutális. Na várjátok, akkor egy ekét dobjunk meg, akkor kell ez mögé is, ugye ez a cucc. Ez. Oké. Okay. És akkor kell. Ez az, el kell nekem. Aha. Mi az új alakú ekevas? Univerzális ekevas. Legyen ez. Az új alakú az, amikor ilyen lamellákból áll, ugye? Jó, sejtem. Aha, az lesz. Gyerekek, akkor ezt össze kéne kapni. Ezen van egy ilyen cucc. Erre tudsz mindent így ráakasztani. Három pontos felejtsd el. Gyerekek, egy ilyen pici ekét kéne. Egy ilyen kettes ekét ezzel. Félek, nem tudok kimenni majd. Kimegyek, ki tudok menni a kapun én, gyerekek? Törcsuklóssal tolatni az meg egy élmény. Várjatok! Itt a 19-es, nem messze tőlünk. Szerintem azt meg is vesszük. Ki tudunk menni, gondoltak ránk.
3700 liter gyerekek a kapacitás. És ez a 19-es, ha jól látom. Mindenki azt akarja, tudom, hogy tapossak autókat. Megpróbáljuk, srácok, megpróbáljuk. A betyár úristenit. Ez azért nem kis pálya. Innentől most már nem érdekel a forgalom, ugye? Ti is arra gondoltok. Nem, nem kis pálya, nem kis pálya. Mindenképp kipróbáljuk az ekét. Csak megvesszük a földet. Gondolom nem az enyém. Az egyes az egyém lenne. Mindjárt gyerekek, megveszem a földet, aztán akkor már jöjjönünk is. 19-eset, ugye? Látogatás elvileg. Vásárlás. Elvégem milyen kis lett a kicsike. Ezt meg megpróbáljuk valahogy kinyitni, nem tudom. Eke kinyitása X. Hú, de Isten. Na. Eke leeresztése. Ez a tuti gyerekek. Na, így kell szántani, halljátok. Így kell szántani. Így kell szántani. Nagyon durva gyerekek. Várjatok. Nyomtam neki egy gépi munkást, ez szép egyenesen szánt, ugye? És kíváncsi vagyok, hogy ezzel a baromi nagy szerkezettel a gépi munkás megbírkózik-e a túloldalon. Ugye ez nem mod, ez gyári dolog. Elvileg kell neki, kell neki. Gyerekek, az mi? Kamera? Hiszem, hogy ott egy kamera. Az már motor, halljátok, ez mi ez? Ez egy... Ez ne szórakozzá, hány lemlő van ott? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez mi ez? Hány henger? 16? Már csak azért, mert ott 8, oldalanként 8 lemlő. A gyerekek, közben megvesszük akkor a másik Big Budunkat, és jövünk kultiválni valami nagy döggel. Hát ez legyen, ha értem, legyen ikerkerék, jó? Oké, okay, és akkor veszünk hozzá ide egy kultivátort. Talajlazító, és akkor melyik volt a nagy brutál kultivátorja? Szerintem ez lesz az. Oké. Okay. És megnézzük, hogy mindenképp a föld végén hogy fordul ezzel a nagy döggel. Úristen, mekkora föld ez? Jézus Isten! Na jó, hát akkor... Milyen a duda? Na erre számítottam. Megyünk ugyanoda ki, ugye? Különben marha jól megvan csinálva az a map, ugye? Minden ilyen sárga, ilyen, nem is tudom, ilyen kicsit ilyen Arizona, vagy nem tudom mire emlékeztet. Jó, még van neki. Mindenképp meg akarom nézni, hogy fog fordulni. Szerintem ez a dupla kerék bőven elég gyerekek ide. Ugye erre nem kellett a három pontos csatoló, mert sima olyan eszköz, amit vontad gyakorlatilag. De ezek a kerekek nem hiszem, hogy megrugnak. Úristen. Ez brutál. Ha izé, az hidrolika az van bőven. Na, itt mi fog történni? Kicsit baromi hangos szerintem. Legalábbis nekem, ne haragudj. Ops, meg kell nézni, hogy... Hey, figyeld! Kivette már ott a földbe, ugye végén elég ledüllőzni. Oda nézzetek, baze. Az már döfi. És szerintem teljesen jól le fogja fordítani. Figyeld.
Figyelj, végén le kell húzni. Ekkora földeknél nem kell, meg ekkorákével lehúzni a végéig. Hol fogja letenni? Hol fogja letenni? Így ennyi. Ennyi teljesen jól működik. Viszont a kulti. Ez a kulti, ez... Ez botor, botarnagy. Gyerekek, ez... Ez nem kis pálya. Ez nem kis pálya. Hátra is tolhatok vele, és akkor hozom a vetőt is, jó? Megtöltjük a vetőt is, és akkor sorba megpróbálunk minden ilyen lehetőséget. Jó, hangos, ne haragudjatok, kicsit lehalkítom, mert nekem nagyon hangos itt. És akkor még egy... ízét azt eladom ezt a kicsit. Oké, és akkor vegyünk... vetőt akartam. Ja, még egy ízét, dögöt. Megnézzük alapértelmezett kerékkel is, az hogy fog lenni. És akkor a vetőgépek között... Mindig belekeveredek. Akkor kellene egy ilyen, az a nagy tartályos cucc, nem? Hogy akkor van ez hozzá, ez a legnagyobb. És akkor ezt, ez gyakorlatilag, ez nem más, mint tartály. Ez a legnagyobb egyébként? Ez 25 méteres. Ez meg 18, aha, ez lesz az. Hátsó ikerkerék, hallod? De mi ez? Ez nem hajtott, remélem. Ezt mondjuk nem nagyon értem, mert akkor azt hogy... Nem kell talajlazítást végezni. Hát az hogyan? Mi? Ezt nem értem. Mert Gordon, vagy azért TLT-t nem láttam a Big Budon. Bocs, hogy rosszul mondom néha. Na nézzük. Közben meg ugye jön vissza az izé, másik. Aztán megindítjuk akkor a kultivátort, és tudom, hogy az alá nem kell kultiválni, de meg kíváncsi vagyok. Aha, ez csak így sima egyes. Kíváncsi vagyok, elhúzza el? Vagy Junior nem szereti a dudálást. Ez meg gép. Várjátok, kiengedem. Ja, én meg azt hittem, hogy játékba dudol valami, aztán közben meg nem. Úristen, gyerekek, ez brutál. Fel kell tölteni erre a felszerelést, várjátok, akkor vegyünk. De hát mennyi kell ide ebbe? Hát ebből nem, szerintem nem kettő darab kell. Műtrágya az is? Műtrágya az is? Nem figyeltem, baze. Mindjárt kiderül, mi? Mindjárt föltöltjük. Most, ja, még arra gondoltam. Nem, műtrágyázni nem tud. Most azt nem vágom, elvileg beleraktunk valamit. És ez 0%-ot mutat meg mindig. Szóval hogyan? Aha, lehet, hogy a izé... Ezt nem értem. Jó, mindegy. Megnézzük. Magtartály kinyitása. Jézus Mária, oda nézzé, hallod? Így lehet tölteni. Figyelj! Ez nagyon durva. Ez nagyon-nagyon epikus. Gyerekek, azért ezekkel a gépekkel azért kipróbálnám, nem? FS-17 ilyen vadállata gépekkel. Szerintem ez elég is lesz rá. Olyan izét kéne. Aha, ezzel csak lépteted. Oda nézzé. Műtrágya tartály, mag tartály. Külön két tartály van, bazze. És akkor hogy lehet becsukni?
Aha, becsukja most, jó. Hallod, külön egy ilyen kis szállítószalag viszi fel a cuccot. Eszméletlen. Ez meg amire fölrakom. Fölakasztom rá, az nem lesz az egyszerű. Gyerekek, egy ilyen kicsi traktorra fel kell próbálni egy ilyen kultit, hallod? Mi legkisebbre? Vagy egy ilyen vetőgépet? Aha, ezt tévedtem. Ezt nem kell magunkkal... Vagy ez... Hova francba csatlakozik? Nehogy már a hátuljára. Ez a hátuljára megy. Ó, te fiú. Ez a hátuljára megy, gyerekek. Én hülye. Szerintem az... Nem evidens, gyerekek, hogy az elejére kéne mennie? Nem tudom, most ez érdekes. Azon a földön, amit már elvetettél, azon megy végig? Jó, hát legyen. Azért ezek nagyon konkrét gépek, gyerekek. És ugye ezek valóságosak természetesen, bár szerintem ebből a Big Bootból körülbelül van vagy kettő darab, de még sokat mondok, hogy a kettő van. Na igen, és akkor most ugye össze is csatlakozod vele. Ez egy ilyen nagyon brutális szerelvény. Na, erre is kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogja megperdíteni, gyerekek. Na, ott meg összeakadt a kettő verda. Erre kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy perdíti meg. Ez a leghihetetlenebb számomra. Lehet, azt csinálom a kultit, kisebb próbálom, gyerekek. Megnézzük egy ilyet. Muszáj megnézni, gyerekek. Hát ez a vető, ez nagyon brutál. És még nyillik. Lehet, hogy a tripla kerék nem álltad volna. Oda nézzetek. Ó, Jézus Isten. És nem kell előtte kultizni, hallod? Az már nagyon kemény. Na. Akkor nyomjunk egy hát. Hey. Haver, mivelsz? És ez miért nem akarta a jót? Na jó, akkor megpróbáljuk manuálisan. Elvileg elindítottam. Aha, most nem tudom az előbb miért nem akarta ő. Ezer lóerős, gyerekek, ezer lóerős. És akkor most nyomok egy hát. Jó, átvette, kíváncsi vagyok a végére. Ez nagyon durva. És igen, műtrágyázás, rosszul értelmeztem, műtrágyázás. Csak ugye... Külön egységként ugye működik ugye a műtrágyázó rész, és a vetőrész itt a tartályoknál, ahogy megtöltöd, külön töltöd mind a kettőt, mintha két külön egység lenne. Ez nagyon fajn, tetszik. Nagyon tetszik. Gyerekek, hallod, ez nagyon durva, mi? Kettő oldalt légszűrő, két oldalt... Ez mi ez? Ez nem is értem. Két oldalt kipufogó. Azt nézem, hogy hány... Nem, 1, 2, 3, 6.
Ez egy 12-es, szerintem ez egy V12-es motor. 1, 2, 3, vagy 4. 4 leömlő. Ha 4, akkor egy... Ez nagyon durva. Mi az? Ó, kaptam egy sört, gyerekek. A legjobb, amikor szántunk, vetünk, akkor kapunk egy sört is. Az aratós lányok tudj. Szavasz-e? Gyere zsákolni, van nálam egy zsák. Na jó van. Na szépen, szépen menjék ki vele. Jó, ezek tök jók. Hát ezt meg most őszintén igazából ezt is kipróbáltuk volna, de mondjuk ez az egyes terület, ez pont az enyém. De hát ez már le van kultizva. Úgyhogy ez valószínű, hogy nem fogja ő kultizni. De hát ugye ez ennyi. Nem egy túl bonyolult. Szerintem ez a vető, ez nagyon kemúj. És sima kerekekkel is szépen viszi. Nagyon picit, mint a rugdosna, de nem hiszem. Esetleg, hogyha nem sík terepen megyünk, gondolom, akkor azért kapja az ívet. De ezekkel élmény dolgozni, ezekkel a gépekkel, gyerekek. Jó ez, jó ez. Na, most elérünk egy olyan helyre, ahol nincsen kultizva. Aha, szépen jó. Gyerekek, ezekkel lehet pénzt termelni, szerintem. Brutálok, nagyon brutálok. Na és hogy pörlíti meg ezt? Egy évben tudja. Hát arra lennék kíváncsi egyébként, ha valami tereptárgy itt lenne, de nincs ugye, direkt azért, mert ugye ilyen gépekre tervezett. Akkor azért lenne baj, mi? Mesterséges intelligencia farming szimulátor 17-ben nagyon tetszik, megmondom őszintén. Nagyon szép pontosan tud dolgozni. Ugye úgy, ahogy kell. A vonat. Na nézzük, mi van még, srácok esetleg, ami olyan lehet. Mit is akartam? Ja, van egy trágyaszórónk, amit meg akartam volna nézni. Nézzük meg a kicsi baddal, jó? Ja, mindig a nagyjal dolgozzunk. És akkor a trágyaszóróknál megnézzük azt a tögöt. Volt egy ilyen szépségünk. Hol van ez? Hol van ez? Nem rakodókocsi. Vak vagyok ám, világtalanul nem találom a trágyaszórót. Hát ez nagyon kemény, ez is mekkora ma. Jó, hát ez igen, ez korrekt. Rá tudja csatlakoztatni? Jó, hát ezzel lehet csettinteni a trágyát, mi? Kicsi budra nem lehet rakni ezeket. Hogy nevezik azt? Nem lehet rakni tripla kerekeket. Na, telefon van. More, telefon! More, telefon! Nem hiszem, mert tikok ketyegnek, meg minden van, gyerekek, most. Nem lehet nyugodtan lenni ebben a farming szimulátorban. Király. Jó ez. Tetszetős, gyerekek, nagyon király. Ah, ez meg itt... Szant. Szant szandékkal szant. Franco. Hát az meg ugye az egészet elveti, pikpak, mert ugye nincs szükség arra, hogy szálltson. De hogy pörög lefelé a pénz, nézzétek már. Ez a félre is megyek, mert ugye nem kell. Gyerekek, ezzel figyeld izéni. Terület létrehozásának engedélyezése, összeszántani mindent. Az ilyen hatalmas nagy területeket. Még amit akartam nézni, azon gondolkozom. Szerettem volna egy személyautót már csak azért. Körülnézünk akkor ezen a mapon egy nagyon picit, jó? Megnézzük, hogy mégis mi van.
9-es, és akkor Bolt, itt van egy fűrésztelep például, marhák eladása, ezen a, azt nézem, hogy ezen az úton, végig megyünk, átmegyünk valami folyó majd, még egy balra után, még itt egy balrát nyomunk, és akkor elvileg itt átmegyünk valami úton, hopsz, itt kellett volna, oj. Aha, azt, ezt akartam nézni, hogy az ilyen kisvárosszerű dolog. Aha, jól néz ki, nem? Ilyen izé, kicsit ilyen country-s. Nagyon jól használta az épületeket a csávó. Ezek a piros épületek is nagyon kellemesek. Nagyon szuper, vonatot még, nem tudom, vonat sin nincsen a térképen? Nem, nincs, úgy látom nincs. És itt van egy nagyobb város, na erre voltam kíváncsi még. Meg ott lenn az istáló környékére, mindjárt még azt megnézzük. Ha ez is jó. Nagyon kellemes, nem gyerekek? Tök jó. Nagyon amerikás, amerikásos. Nagyon jó, jó nagy földek, ugye? Ez mi volt itt? Ez mi volt ott, gyerekek? Halljál már meg, mare. Ja, autó van, mondom, mi az túró. Jó, itt ugye izé, leadóhely. Azt nézem, hogy vannak, vannak sinek. Nézzük, nincsen vonat, lehet, hogy ki van kapcsolva nekem, hogy rávált az vonatra. Igen, ez ki volt kapcsolva. De nincs szerelvény, érdekes. Érdekes, hogy nincs szerelvény. Elmegyünk végig? Hát, hogyha találunk, gyerekek. Hoppá, itt tüzé van. Hú, de jó, romos templom, minden nagyon jól meg van csinálva. Na, meg erre volt, érdekes, hogy a sim megvan. Lehet, hogy az még nincs kidolgozva? Hát itt akartam körülnézni, itt mi van. Hoppá. Trafóvászba bementünk. Ja, itt tudok mindent elrendezni, amit akarok. Tetszik gyerekek, esküszöm. Tombstone. Tök jó nevek is vannak, azt nézem. Hoppa, itt majdnem leszánkóztam. Ugye sírkő. Teljesen jó. Ja, valószínűleg, hogy nem, ezek csak dizájnok, ezek a sinek, mert ugye akkor nem mennének le a mapról. Jó. Nekem nagyon tetszik ez a map. Hangulatos, tipikus Amerika. Jó, hogy nem ugyanaz a textúrázása már, mint ilyen jó kis izé, jó kis világos. Tök úgy néz ki, mint hogyha izé lenne. Ugye ilyen sivatagos beütésű. Nagyon illeszkednek hozzá az új traktorok. Ez egy kellemes... Meg olyan nagyon áttekintető, meg olyan nagyon letisztult minden, nem? Ezek a nagy egyenes földek, hogy tipikus Amerika, de mégis, vagy igaz, meg egyszerű is, de mégis azért tényleg ilyennek kell lennie egy amcsi mapnak, nem? Nagyon szép, jó. Egész gyakorlatilag majdhogy nem teljesen sík, vagy teljesen sík is. Mi nem mentünk át nagyon a másik részére oda fel. Ott egy benzinkút van, ahogy nézem. Nem olyan marha nagy a map. Fonó üzem, ott alul van. Teljesen használható. Ezek a hosszú egyenes utak, ugye? Igen, azt nézem, hogy majd, hogy nem. Igen, teljesen sík. Itt vannak ilyen nagy területek, látjátok? Jobbra tőlem, ami nem is föld, és ezt még be is lehet szántani. Aha, itt vannak erdők. Teljesen frankó. Igényes munka. Hát itt a map szélén ezek a nagy sziklák esetleg ugye ott, itt jobb oldalt azok annyira nem szép textúrázást kaptak. De hát jó az. Benzinkút. Itt van benne a fonóüzem. Jó srácok, gyönyörű. Jó meg van csinálva. Nagyon dögösek az új gépek.
király az egész. A legnagyobbakat kipróbáltuk, ugye esetleg ugye még, hát van egy-kettő vetőgép, van egy-kettő talajlazítók között is ugye, amit még nem néztünk. Itt van ugye az eke helyett használható cucc, ezt megnézem, ez mégis milyen. Akkor veszünk mellé, hú basszus, kíváncsi vagyok egy izét, hogy veszünk egy kicsit rakit. Azt megküldj, hú, egy hűrlemant gyerekek. Keskeny gumikkal mi? Aha. Azt kell nekünk, hűrlemant keskeny gumikkal. Hát, more! Izével, kempingkerékkel? Ez a nagyon király gyerekek. Meg sem mozdítjuk, mi? Ó, micsoda! Gyerekek, ez úgy... Bazd, mekkorát foghat ez a földbe? Hallod, ilyen izé, ilyen mészántó cucc, ugye? Ilyen talajlazító, de ilyen... Konkrétan gyakorlatilag föltépi a földet. Na, mindjárt megpróbáljuk. Micsoda, a Hirdlimán úgy viszi majd, mint a lendületből kell belekütni a földbe szerintem, mert különben nem lesz ebből semmi se. Megpróbálom itt. Micsoda? Ez minek nevezik ezt? Nem kontaktornak nevezik? Lehet, hogy hülye vagyok. Bocsánat, ha igen. Na? Rendesen fölemeli a gépet, figyeld a hűrlimánt. Hoppa. Szórakozzá, nyomok neki egy gépi munkást. Szépen finoman, de viszi. Nagyon király a gép. Gyerekek, így kell ezt csinálni. Durva. Közben kiszállhatunk virágot szedni. Az hűrlimán, amire végigér, arra a hengerfejes lesz meg. A gumik 16-szor átfordulnak a fellén. Na jól van, srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Marha jó ez a map, és jók ezek a gépek is. Meg vagyok elégedve. Hát igazából, ja, mivel lehet eladni egy DLC-t? Jó nagy dolgokkal. Hát ennél nagyobb dolgokat, gyerekek, egy farmos játékba már nem lehet belerakni. Szépen koszosodnak már a kerekek, nézem. Frankó. Na, köszi szépen a figyelmet. Csáááá!